Már messziről látszik a téli estéken az új felirat, a Szőlőhegyi Szabadidői Sportcentrumban lévő egykori csóka közösségi ház oldalában. A Petőfi Sándor utcai és a környékbeli lakosok legnagyobb örömére. Mindenről Schmidt Rajmund önkormányzati képviselő számolt be a közösségi oldalán. A Kalocsai Vért Egyesület kitalált egy olyan programot, hogy a körzet képviselőinek egy-egy kedvességgel próbáltunk kedveskedni a lakóinknak. Igazából nem csak a lakóknak szólt ez a kis kedvesség, hanem a kalocsaiaknak. Itt a képviselők által kitalált helyszínen, illetve formában próbáltunk karácsonyi üdvözlőt, fényeket kialakítani itt a karácsonyra való tekintettem. Itt nekem a Pető Sándor utca végéi sportpályára kellett kialakítva egy boldog karácsony felirat, ami szerintem nagyon jól sikerült. Itt a Vagyonosztósító Kft-t vontuk be, ők segítettek ebben a kialakításban. Igazából meg szeretném említeni, hogy mindenféle hátsó szándék nélkül próbáltunk egy ilyen kedvességet kihozni ebből a dologból. Viszont, mint megtudtuk, nem mindenki örült a kezdeményezésnek. A közösségi oldalon sajnálattal hallottam, vagy láttam, hogy voltak olyan kommentelők, akik ezt negatívan vették, mármint azt, hogy pont oda lett kihelyezve ez a boldog karácsony felirat. Úgy gondoltam, hogy ez a körzetemnek körülbelül a közepe, illetve ott volt lehetőség áram biztosításra és a helyszínnek a megvalósítására. Azért került oda, az, hogy itt a helyszínen voltak olyan problémák, amik előtte kialakultak a rongálásokkal, az sajnos igazából azt tudom mondani, hogy nem tehettem róla. Próbáltunk annak idején is beszélni családokkal, emberekkel, hogy itt próbálják megóvni itt a közegnek az állagát. Sajnos ez nem sikerült, úgyhogy most üresen áll az épület. Korábban többször is beszámoltunk róla, hogy értékteremtő munka zajlott az épület falaink belül és kívül egyaránt. Számtalan színes, vidám és hasznos program várta ott, nem csak a roma fiatalokat. Bízom abban, hogy hamarosan ezt fel tudjuk tudni majd újítani, és újra programoknak és különböző családoknak fog tudni esetleg biztosítani a helyszín alkalmával. Voltak természetesen jó hozzászólások is, és voltak olyanok, akik ezt szeretettel fogadták, úgyhogy nyilván ezt veszem alapul.